Haslinger, Schubert, Beethoven, Steiner, Górecki, változatos dallamok, hol könnyed, hol emelkedett hangulatú darabokat adtak elő hangszeren, és énekeltek a diákok az újfehértói Erkel Ferenc általános iskolában. Ez Újfehértó zeneiskolája, ahol egy tagozaton emelt óraszámban tanulnak a gyerekek zenét, már első osztálytól kezdve. Első osztályban még csak az énekórai munka van. A második, harmadik, negyedik osztálytól kezdve az énekkarba is bekapcsolódnak ezek a gyerekek, és a nagyok, a harmadikosok, negyedikesek nagyon nagy örömmel segítik ezeket a kis másodikosokat. Mindig egy másodikos mellé odaültetünk egy harmadikost vagy egy negyedikest, aki segít a kotta olvasásban, illetve a daloknak a megtanulásában is. Nagyon sok beéneklő gyakorlatot végzünk azért, hogy a hangképzés az minél szebb legyen, minél csillogóbb a hangszínük, így kerülnek el végül is negyedikig, amikor meg már aztán a legszebb hangszínüket tudják bemutatni. A kiskórus tagjai alsó tagozatos diákok. Bár versenyek és fellépések idején hetente többször próbálnak, többségük nem teherként gondol a kihívásokra. Nekünk a zenetagozaton egy héten, majdnem minden nap van próbánk, viszont énekari próbánk kedden és szerdán van. Ezeket a próbákat nagyon szoktuk élvezni, és nagyon jók szoktak lenni, mert tanárnéni nagyon át tudja adni, és élvezzük a próbákat. Több mint 150 gyerek énekel az intézmény kórusaiban, sokan a középiskolában is szeretnének majd zenével foglalkozni. A nyolcadikos diákok ez alkalommal énekeltek utoljára a hagyományosan megtartott májusi hangversenyen. Természetesen énekkel búcsúztak kórusoktól. A nagykórusban 11 éves koruktól énekelnek a diákok. A karvezető szerint felső tagozatban a megfeszített munka sikerének egyetlen kulcsa van, a motiváció. A kamaszodó fiatalokkal együtt dolgozni, ez az egyik legnagyobb nehézsége a felső tagozaton. Természetesen az egyik probléma az, hogy a fiúk mutálnak, ezeket a fiúkat is túl kell lendíteni, és meg kell tartani a kórus számára. Én második éve dolgozok ebben az iskolában, jelenleg 15-16 fiúnk van, aki mutál, és jövőre gondolunk abban is, hogy egy vegyes kórus fogunk alapítani, tehát nem zárjuk ki őket a kórusba, ma is egy kicsit suttogtak is, kicsit énekeltek is, szóloztak is, és ezt a továbbiakban is fogom fejleszteni. A tanév folyamán az osztályok népdaléneklési versenyeken is részt vesznek. Prekopcsák Janka az oktatási hivatal által szervezett megmérettetésen aranyfokozatot ért el, és bejutott a Vas Lajos éneklési verseny országos középdöntőjébe. Ez már kiskoromban megmutatkozott, hogy szeretem az éneket. Dédnagymamám hangját örököltem, és a nagymamámit, és ezt hamar felfedezték. Hamar tanultam dalokat, és mindig addig nyaggattam mamámat, amíg meg nem tanított nekem valamit. Mostanában otthon szoktam énekelni, és nagyon nagy szeretettel tanulom meg a népdalokat, mindenfélét, mindenhonnan, minden tájegységből, és általában akkor éneklem, mikor szomorú vagyok, és akkor, mikor nagyon vidám. És ez annyira jellemez a népdal, hogy egyszerűen az osztálytársaim már tudják, hogy ez a lételemem, ez a népdal. A szakmai eredmények mellett új beruházások is gazdagítják az Erkel iskolát. A belső nyílászáró cserék után hamarosan elkezdődik az intézmény energetikai felújítása 305 millió forintból.